A füzesabonyról elszármazó Tóth Zele Józsefet a Real Madrid történetének egyik legjelentősebb utánpótlás edzőjeként és tehetséggondozójaként tartják számon Spanyolországban. Több mint 3 évtizedig dolgozott a világhírű spanyol klubnál. A szakember életéről és pályafutásáról a tavalyi évben készített filmet közösen a Nábrádon élő Kovács Barnabás, korábbi barcelonai főkonzul, valamint az egyik magyar sportcsatorna. A Jó szemű José című filmet a napokban vetítették le a Szatmári kistelepülés könyvtárában az érdeklődők előtt. Velük összedolgozva, együttműködve, nekik köszönhetően állt elő a filmnek a mai formája, és igazából a cél amellett, hogy a múlt értékeinek a megőrzése, egy olyan cél is menet közben megfogalmazódott bennem, hogy példát állítani a fiataloknak, a jelenkor szereplőinek, hogy bizony ma is vannak még köztünk olyanok, akik az aranycsapatot ismerték, a tagjaival együtt voltak, együtt játszottak, és ők mind Magyarországon, mind külföldön példaként állíthatók a többiek számára, emberként is, játékosként is, edzőként is. Ahogy az a filmben is elhangzik, és ahogyan az Tóth Zele József a közönség találkozón is elmondta, különösen büszke a Bajnokok Ligáját nyert Daniel Carvajal és Álvaro Morata, vagy a Real Madrid egyik legnagyobb legendájaként ismert Emilio Butragueño felfedezésére. A 87 éves szakember Nábrádon arról is beszélt, milyen szempontokat tartott igazán fontosnak a legtehetségesebbek kiválasztásában. Nem elég sem a technika egyedül, ha nincs fizikum, és nem elég csak a fizikum, hogyha nincs tehetség, ez a labdaért érték, ugye? Nem muszáj zsonglőrnek lenni, ugye, mint egy Kubala László volt, ugye? Nem, de minden esetre a két dolgot kell egyesíteni ahhoz, hogy valaki hosszú távon, ugye, tagjai lehessen a Real Madridnak és más nagy csapatoknak is, csak hosszú. Ennek a két dolognak, hogy magas nívón kell egyesülnie. Az akarat és a gyakorlás, ugye, az abszolút lényeges, és azt merem talán mondani, hogy mégis, hogy egy kis tanács is legyen a szavaimba, hogyha az Isten nem adta meg, hogy első osztályban nagyon nagy játékos leszek, és de megadta, hogy másodosztályban, akkor legyen másodosztályban, hogy becsületesen, és nagyon fogják szeretni, pontosan azért, mert becsületesen hajt az ember. A jelenlegi Spanyolországban élő Tóth Zele József pályafutását bemutató filmet a közeljövőben Budapesten, a Dunántúl több településén, valamint a tervek szerint Madridban is levetítik az érdeklődő futballrajongók előtt.